Múlt héten csütörtökön készültek ezek a felvételek. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kiemelt ügyek igazgatóságának szakemberei vizsgálódtak az egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vágóhidon. Az ellenőrök a helyszínen olyan súlyos, nem mindennapi szabálysértéseket tapasztaltak, hogy a bérvágással foglalkozó Baromfi feldolgozót rögtön bezárták. Az egyik ilyen rendkívülinek számító technológiai hiányosság volt például, hogy a fagyasztásra szánt termékeket több napig a folyosón tárolták. Ez nagyon kritikus élelmiszerbiztonsági szempontból, de nem ez volt az egyetlen hiányosság. A vágószalagnak a sebessége, illetve az ott dolgozók létszáma miatt a vágott testek a földre zuhantak, és a dolgozók szinte térdig derékig álltak a vágott baromfiba, utána egyes dolgozók ezeket fölszedték és rekeszekbe rakták. Több helyen a padozat szennyezett volt, a gépeken állt a baromfi testdarabok, húscafatok, illetve több helyen faraklapot is láttak az üzembe. Emiatt azonnali hatállyal felfüggesztették az egység működését, illetve ezen kívül még több 12 étel 24 tonna jelöletlen, nem nyomon követhető részben felengedett terméket vontak ki a forgalomból. Ezen kívül a vágóhidon, illetve egy másik telephelyen selejt felirattal további 100 tonna terméket találtak a fagyasztókamrákban. Ezeknek a vizsgálata jelenleg is tart. Az ellenőrzésben érintett két cég milliós nagyságrendű bírságra számíthat.